Amióta jobban elmélyültem a lágy, illetve a kemény víz közötti különbségekben, egyre jobban felfigyelek a vízkő okozta károkra az ügyfeleim otthonában, és nem utolsó sorban a fürdőszobájában. Hosszú távon, ahol kemény a víz, számolni kell a vízkő okozta károkra. Ahol pedig lágy víz van az otthonokban, ott ilyen problémákon nem igazán kell aggódni. Még mielőtt belekezdenénk a kemény víz okozta károkba a fürdőszobában, hogyha még nem iratkoztál fel, akkor itt megteheted, és hogyha te is utálod a fürdőben a vízkövet, akkor pedig nyomj egy lájkot a videóra. Az a felvetésem, ami szerintem mindenkinél igaz, hogy egy viszonylag tiszta helyen szeretnénk tisztálkodni. Egy tiszta tükörben szeretnénk sminkelni, viszonylag könnyen ki szeretnénk nyitni a csapot, hogyha vízre van szükségünk, és bizony, amikor felkenjük a különböző krémeket, és kisminkeljük magunkat, akkor szeretnénk, hogyha körülöttünk szép és tiszta lenne minden. Nem utolsó sorban, hogyha fogat mosunk, akkor pedig a kagylóban ne legyenek köpet maradékok. Ha pedig nálatok is nagyon sokszor két kézzel kell kinyitnod a csapot, hogy beállítsd a víz erősségét, vagy pedig a csap körül folyik le igazából a dzsuva, ami amúgy a vízkő, akkor valószínű nálatok is kemény víz van. De akkor is kemény víz lehet, ha folyamatosan vízcseppek vannak a zuhanykabinnál ott marad, folyamatos cseppek vannak ugye a különböző csapteleteken is. Tehát, hogyha nem is annyira erős az a vízkő mennyiség, akkor is lehet, hogy ugye kemény a víz. Nálatok, ami Magyarországon a legtöbb otthonban igaz. De ha szeretnél biztosra menni, akkor a leírásban beraktam egy linket, amiben egy ilyen ingyenes tesztert tudsz rendelni, és ez megmutatja azt, hogy milyen kemény is a víz a te otthonodban. Az otthonszervezés után, amikor már csak a funkcionális és a számodra örömet okozó tárgyak vesznek körül az otthonodban, akkor egyrésztről ugye több időnk jut az egyes tárgyak ápolására és szint fenntartására, hogy ne romoljon le az állapotuk, hiszen kevesebb tárgy van az otthonunkban, de azok a tárgyak számunkra fontosak. Másrésztről ez viszont nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezt a felszabadult időt nem számunkra értékes dolgokkal szeretnénk eltölteni, hanem mondjuk takarítással szeretnénk ugyanúgy tölteni, hogy minden szép és csodálatos legyen az otthonunkban. De hogyan teszi tönkre a fürdőszobánkat a kemény víz? Manapság, hogyha fel szeretnénk újítani a fürdőszobánkat, vagy építkezünk és kialakítjuk magunknak a fürdőszobát, ami megmondom őszintén az én fürdőszobámra már régen ráférne, akkor a különböző csaptelepek több 10 000 forintba is kerülhetnek, és hogyha nem a hagyományos, mindenki otthonában levő csempékben gondolkodunk, hanem már a design csempékben is elkezdünk gondolkodni, akkor csak pörögnek a 10 000-esek. Bármennyit költhetünk a fürdőszobai berendezésekre, hogyha nem gondolkozunk azon, hogy milyen a víz minősége, akkor bizony az hosszú távon csak a stresszel járhat, hiszen állandóan, hogyha bejövünk a fürdőszobába, látjuk a vízkövet, hogyha nem annyira egyszerű kinyitni a csapot, mint például itt, akkor folyamatos frusztrációval jár, és ezért is foglalkozunk a Kívülbelül Boldogság csatornáján a lágy, illetve a kemény víz közötti különbségekben, hiszen hogyha elkezdünk ezzel foglalkozni, ha tudatosítjuk magunkban, hogy mi okozza a rengeteg vízkövet a fürdőszobában, akkor az ellen tudunk tenni, időt, stresszt és frusztrációt tudunk megspórolni magunknak, nem utolsó sorban pedig kevesebbet kell majd takarítanunk, ami nem csak számomra, de szerintem számotokra is nagyon fontos. A BVT beépíthető vízlágyító készülékei a vizet meglágyítják, így kevesebb vízkőlerakódás alakul ki a fürdőben. Bár imádom a fürdőszobai zuhanylehúzómat, de ha lágy víz lenne az otthonomban, akkor nem kellene csak tüneti kezelésekben gondolkodnom. Ritkábban kellene használnom a zuhanylehúzómat, ritkábban kellene takarítanom, tehát például a heti egy takarítás bőven elegendő, viszont hogyha folyamatosan ugye a kemény vízzel kell küzdeni a fürdőszobában, akkor akár 2 naponta kellene suvickolni, hogy ne legyen vízkőcseppes minden a fürdőben. Tehát a lágy víz nem helyettesíti a takarítást, viszont ritkábban kell és kevesebb vegyszert kell használni hozzá. A kevesebb vízkő kevesebb takarítást vonz magával, és a kevesebb takarítás pedig kevesebb vízfelhasználást, vegyszerhasználatot, és ezzel egy időben azzal tudtok foglalkozni, ami igazán fontos számotokra, ami ugye már tudjátok, hogy nem a takarítás. Az energiafelhasználás is csökkenthető, hiszen a boiler alkatrészei nem fognak elvízkövesedni annyira könnyen. Egy tiszta fűtőszál például gyorsabban fel tudja melegíteni a vizet, így kevesebb energiát fogyaszt, és jobban, hatékonyabban fog működni, nem beszélve arról, hogy az élettartalma is hosszabb lehet. Természetesen itt abban gondolkodjatok, hogy szeretnénk tiszta, cseppmentes
letisztult fürdőszobát, tehát a nem takarításhoz képest biztos, hogy nem fogunk kevesebbet takarítani, hanem vegyük az ideális állapotot, amikor nincsen rengeteg cucc a fürdőszobában a csap körül, és a különböző csaptelepeinken pedig nincsen vízkő, és nincsenek különböző cseppek és maradványok a fürdőszobánkban, hanem csodaszép és letisztult fürdőszobánk van. Ilyen értelemben a szintfenntartáshoz kevesebbet kell takarítani, kevesebb vízfelhasználással jár, és kevesebb vegyszert kell használni ahhoz, hogy tényleg letisztult és szép, tiszta fürdőszobánk legyen, vízkőtől mentesen. Ha pedig visszakanyarodunk az extravagáns és design különlegességekhez, ami mondjuk ebben a fürdőben is előfordul, akkor abba is bele kell gondolnunk, hogy minél különlegesebbek az anyagok, minél extravagánsabb anyagból készülnek ezek a design dolgok, annál inkább kell azzal foglalkoznunk, hogy hogyan kell ápolni őket. Hiszen ezeknél a design csempéknél például kevesebb vegyszerhasználat szükséges, és hogyha jön hozzátok például takarító, mert tudom, hogy rengetegen vagytok úgy, akik nem szeretnek takarítani, és inkább a takarítónőre bízzátok, ami tök jó megoldás, viszont egy takarítónő nem feltétlenül tudja azt, hogy milyen anyagból vannak ezek a dolgok. Úgy gondolja esetleg, hogy, vagy ti is esetleg úgy gondolhatjátok, hogy a több vegyszerrel könnyebben fogjátok takarítani, tartósabb lesz, azonban pont ezeknél a design dolgoknál kevesebb vegyszerhasználat szükséges, mert akkor megmattulnak az anyagok, és könnyebben elcsúnyulhatnak a mattság mellett. Így például, hogyha lágy vizet használtok, akkor ugye kevesebbet kell takarítani, kevesebb vegyszert kell rátenni ezekre a különlegesebb anyagokra, és ez azt jelenti, hogy a mattság is később fog megjelenni, ha egyáltalán megjelenik. A fürdőszoba nem utolsó sorban a szépítkezés helye is, ahol pedig nagyon kemény a víz, valljuk be, a magyar háztartások többségében ez jellemző, hogy sokszor a magas, vízkövet okozó ásványi sótartalom hátráltatja a különböző kozmetikumok hatékonyságát. Sőt, egy lágyvizes hajmosás után a hajadat is egy kicsit sejmesebbnek érezheted, és kevesebb tusfürdőt kell használni ahhoz, hogy elvégezze a dolgát. Na de valljuk be, amikor veszünk egy vízfürdőt, akkor nem szeretnénk mindenhol vízkövet látni, mert amikor eljutunk oda anyaként és nőként, hogy beleüljünk a kádba és kielvezzük azokat a perceket a gyerekek nélkül, és minden zaj nélkül, akkor szeretnénk egy letisztult, nyugodt környezetet, nem pedig folyamatosan csak a vízkőre fókuszálni. Ti tudnátok egy ilyen helyiségben relaxálni? Őszintén. Könnyen megállapíthatod, hogy vízkő, vagy egyszerűen csak koszos a zuhanykabinod, hogyha elkezded a körmeddel kapirgálni a zuhanykabint, és lejönnek ezek a vízcseppek viszonylag könnyen, akkor csak kosz, illetve szapa maradék van, ami viszonylag a könnyebb verzió, vagy hát nyugtatóbb verzió, azonban, hogyha nem jönnek le még a körömkaparásra sem ezek a vízcseppek, akkor az bizony vízkő. A vízkövet úgy tudod viszonylag hatékonyan eltüntetni a zuhanykabin felületéről, hogyha vagy mondjuk egy citromot félbevágsz, vagy pedig, hogyha van citromleved, akkor azt ráöntöd a rongyra, és azzal áttöröld. Most például én csak egy kis citrommal becitromozom, és akkor kicsit hagyjuk állni. Ha pedig állni hagytuk egy kicsit a citromos felületet, akkor önthetünk egy kicsi szódabikarbonát a rongyra. A rongyal átöröljük ugye a citromot. És utána pedig ecetes rongyal az egészet újra átöröljük, hogyha megint hagytuk egy picit állni. Utána pedig az egészet egy lehúzó segítségével igazából eltüntetjük. Ez mind nagyon szép, azonban én ezt nem akarom minden egyes héten, akár több alkalommal is megcsinálni ahhoz, hogy a zuhanykabinom vendégváró legyen. Így sokkal egyszerűbb, hogyha már kapásból ugye lágyvizet használunk, mert akkor ezt ritkábban kell megcsinálni. Átlagosan mindössze 168 zuhanyzás kell ahhoz, hogy a zuhanyfej vízkövesedjen. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos kétfős háztartásban, hogyha azt vesszük, hogy minden nap fürdünk legalább egyszer, azt jelenti, hogy 3 hónap alatt is akár észrevehetően csökkenhet a vízsugár ereje, ami kijön a zuhanyfejünkből, ami elég frusztráló lehet. És hogyha egy átlagos háztartást veszünk, akkor az azt jelenti, hogy évente akár 10 napot is eltöltünk takarítással. 365-ből 10 nap takarítás
luxus számomra. A BVT vízlágyítók pedig már ott eltávolítják a kemény vízből a vízkövesedést okozó anyagokat, amikor a víz belép az otthonunkba. Így nem csak kevesebb időt kell töltenünk a takarításra, kevesebb, mint 10 napot évente, hanem ez kevesebb energiafelhasználással, kevesebb vízfelhasználással jár, és nem utolsó sorban kevesebb vegyszert kell rátennünk ezekre a csodálatos dizájn dolgokra, amiért annyi pénzt adtunk régebben. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok, és remélem, hogy ha legközelebb vízkövet láttok valahol a fürdőszobában, akkor eszetekbe jut, hogy mi lenne a dolgotok, és hogyan kellene a vízkövet kezelni, hogy ne őrüljetek meg folyamatosan a fürdőszobátokban. A heti kérdés pedig az, hogy ti még milyen vízkőleszedési praktikákat tudtok, hiszen rengeteg van, és minden háztartás más, úgyhogy írjátok meg kommentbe, hogy ti mit csináltok, hogyha vízkövet láttok a fürdőszobában. Köszönöm szépen a BVT-nek, hogy támogatta a videót, és emlékezzetek, hogyha ti is utáljátok a vízkövet, akkor nyomjatok egy lájkot, és hogyha még újak voltatok a Kívülbelül Boldogság csatornáján, akkor itt tudtok feliratkozni, hogy megkezdjétek az utazást egy rendezettebb otthon és egy boldogabb élet felé. Sziasztok!